7000 oldalas nyomozati anyag, befejezte a nyomozást a rendőrség a Bándi ügyben. Folytatják az egyetemi megmozdulásokat, fórumot szervez 8-ára a hallgatói hálózat. Néhány nap alatt 150 károsult jelentkezett, jogsegély a devizakárosultaknak. 30000 kidobott karácsonyfára számítanak, január 7-én indul a gyűjtőjárat. Jó estét kívánok, a Pannon Televízió csütörtöki híradóját látják. Közel 2000 oldalas a Bándi Kata gyilkosság nyomozati anyaga. A rendőrség vádemelési javaslattal adta át az ügyet a Baranya megyei főügyészségnek. P. Lászlót aljas indokból elkövetett emberölés és kifosztás büntettével gyanúsítják. A férfi a legsúlyosabb büntetésre számíthat. Ügyvédje szerint tisztában van vele, mi vár rá. Azt se tagadja, hogy elvette a mobiltelefonját, meg a kis pénzét. Aljas indokból elkövetett emberülés és kifosztás büntette miatt adta át az iratokat a rendőrség vádemelésre, a Baranya megyei főügyészségre. Lezárult a nyomozás Bándi Kata meggyilkolása ügyében, ezzel pedig kitisztulni látszik a gyilkosság éjszakájának minden ködös részlete is. Végigmutatta a helyszíni nyomozási kísérlet során, hogy merre járt, és ott bizony végigmentek a Kisernő utcán ki a játszótérig. Az ő előadása szerint, hát tanú nincsen, a sértet nem tudja megmondani, az van, amit ő elmond. Ő azt mondja, hogy végigmentek ki a játszótérre. P. László egyedül követte el a gyilkosságot, és a lánya gyalog együtt mentek a büntet helyszínére. Bár a nyáron számtalan elmélet született arra, hogyan ölték meg Bándi Katát, a nyomozás során egyik sem bizonyosodott be. Nem történt szexuális erőszak, és az az elmélet is megdőlt, hogy több elkövető is részt vett volna a bűncselekményben. P. László ügyvédje elmondta, Védence egy percig sem tagadta, hogy megölte a rendőrségi pszichológusként dolgozó fiatal nőt, és azt sem, hogy tettét szexuális indítatásból követte el. Gondolom, hogy aki az első kihallgatásától kezdődően számtalan kihallgatáson egy ilyen súlyos bűncselekmény elkövetését nem tagadja, hanem elismeri, az nyilvánvalóan megbánta. Solymos Sára hozzátette, ügyfele tisztában van vele, hogy valószínűleg a legsúlyosabb büntetés vár rá. A tárgyalások néhány hónapon belül megkezdődhetnek. A teljesítmény, illetve részben likviditási szempontok szerint osztották szét az egészségügyi szolgáltatók között a múlt év végi kasszaseprés csaknem 27 milliárd forintos keretét, közölte az egészségügyi államtitkárság szerdán az MTI-vel. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján található lista szerint a konszolidációs összegből összesen 462 egészségügyi intézmény kapott, több megyei és nagyvárosi kórház is, több mint 100 millió forint támogatásban részesült. Az 5 egyetemi klinika működését szintén több 100 millió forinttal segítették. A Miskolci Egyetem klinikája csaknem 570 millió forintot, a Szegedi Egyetem klinikája 888 milliót kapott. A 462 intézmény között elosztott pénzből a legmagasabb összegeket is egyetemi klinikák kapták. A Pécsi Egyetem több mint 907 milliót, a Debreceni Egyetem mintegy 1 milliárd 588 milliót, a Budapesti Semmelweis Egyetem pedig több mint 1 milliárd 990 millió forintot kapott. Elektronikus üzenetben tájékoztatta a sajtót a Hallgatói Hálózat nevű egyetemista szerveződés csütörtökön hajnalban arról, hogy januárban tovább folytatják megmozdulásaikat. Mint írják, azért, hogy 2013-ban együttes erővel léphessenek fel a politikai manipuláció, a köz- és felsőoktatás ellehetetlenítése ellen. A szervezet január 8-án délután 4 órától az egyetem bölcsészkarán tartja második fórumát. Így tüntettek az egyetemisták Pécset decemberben. Az államilag finanszírozott keretszámok lecsökkentése miatt demonstráltak akkor. Azóta a kormányzat emelt a keretszámokon. Legalább 55 ezer fiatal tanulhat majd ingyen 2013 őszétől. A Hallgatói Hálózat azonban tovább folytatja a demonstrációját Pécset. Fő céljuk, hogy olyan programokat dolgozzanak ki, amely tovább erősíti az ellenállást, illetve hogy tovább bővítsék a már megfogalmazott 13 pontjukat. Addig szeretnénk folytatni, amíg nem sikerül érdemni. Tehát legalább a 6 pontot, de mi a saját 13 pontunkat szeretnénk elfogadtatni a kormánnyal. A 13 pontba többek között beletartozik a hallgatói szerződések eltörlése, a tandíjmentesség, illetve az egyetemek autonómiájának visszaállítása is.
A hallgatói hálózat tagjai készek komoly lépéseket is tenni, ha nem történik változás az ügyükben, mégpedig akár egyetemfoglalást is véghez visznek céljuk elérésének érdekében. Ez azt jelenti, hogy beköltözünk az egyetemre, és addig nem megyünk el, amíg nem sikerül az egyetemi párbeszédet megvalósítani. A szervezet január 8-án délután 4 órától az egyetem bölcsészkarán tartja második fórumát, amelyet még karácsony előtt indítottak el. A felvi.hu már elérhetők a 2013. szeptemberére meghirdetett képzéseket tartalmazó felsőoktatási felvételi tájékoztatók. Ebből az is kiderül, hogy az egyes egyetemeken mennyit kell majd fizetni az egyes szakokon azoknak, akik költségtérítéses képzésben kezdik meg tanulmányaikat. Mint ismert, több között a jogász, a kommunikáció és média tudomány, a nemzetközi gazdálkodás, andragógia, valamint a pénzügy és számvitel szakokon a következő tanévben a magyarországi intézményekben nem indulhat államilag támogatott képzés. Egy civil szervezet karolta fel a pécsi devizahiteleseket, ingyenes jogsegélyt nyújtanak a bajba jutott embereknek. A szolgáltatás még csak néhány napja működik, de már közel 150 hitelkárosult kereste fel őket. Az egyesületben most azt tervezik, hogy a miniszterelnökhöz és a képviselőkhöz fordulnak levélben, mert szerintük nem nyújtanak megfelelő segítséget a bajba jutott devizahiteles családoknak. Ebben a városszéli kocsmában működik egyelőre az a pécsi civil szervezet, amelyik felkarolta a devizahitelesek ügyét a városban. Ingyenes jogsegélyt nyújtanak 2 hete. Volt olyan, hogy 70 éves idősebb hölgy jött ki a városból, és nem ő a devizahiteles, hanem a lánya, aki pedagógus. És hál' Istennek úgy néz ki, hogy majd tudunk segíteni. Nem ő az egyetlen, nagy az érdeklődés. Jelen pillanatban 147 regisztrált ember van, aki hozzánk fordult a jogsegély címén. A kocsmáros is devizahiteles, japán jenes. 10 milliót vett fel házfelújításra 2008-ban. A kezdő 46 ezer forintos részletből most már olyan 120-nál tartunk. Azt mondja, napi 17-18 órát dolgozik. Az italok mellett lottót, sorsjegyet is árul. Így tudja kitermelni a törlesztő részleteket. 23 milliót kell visszafizetnie. Támogatja a szervezetet, akik itt fogadhatják az ügyfeleket. Az egyesület jogásza azt mondja, nem minden devizahitelesnek megoldás az árfolyam rögzítés. Árfolyamgátot én azoknak szoktam ajánlani, aki tudja, hogy mi lesz 4-5 év múlva. Tehát gyakorlatilag azoknak ajánlom, illetve mindig azt mondja, hogy üljenek le a bankokkal, és próbáljanak úgy szerződést módosítani, hogy mit tudom ütemezés, meghosszabbítani ezeket a lehetőségeket. A jogsegélyen túl az egyesület hamarosan levélben fordul a miniszterelnökhöz és az országgyűlési képviselőkhöz. Ebben azt kérik, hogy találjanak megnyugtató megoldást a devizahitelesek problémáira. Tárt karokkal várja Pécs a német befektetőket, új ipari parkokkal, gyorsított ügyintézéssel könnyítené meg érkezésüket a városvezetés, írja egy internetes hírportál. A várakozások szerint a német államból újabb nagyszabású beruházási hullám indulhat el Magyarországon, azon belül is Pécsen. Megszűnt ugyanis a hazánkkal kapcsolatos korábbi bizonytalankodás. Pécsre immár autópálya vezet, komoly ipari parki adottságai vannak, és nem utolsó sorban az Unióhoz nyáron csatlakozó Horvátország kapujában van, nyilatkozta Csizi Péter a lapnak. Közel 30 ezer kidobott karácsonyfára számít az idén a Biocom Kft. A cég vízkeresztet követően január 7-től gyűjti be a feleslegessé vált karácsonyfákat, mégpedig szelektív módon. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy külön gépjármű végzi majd a fák összeszedését a szokásos gyűjtési napokon. Mivel csak és kizárólag karácsonyfákat gyűjt be a járat, ezért azzal a kéréssel fordulunk a lakossághoz, hogy éppen ezért a fákat ne tegyék bele a kommunális hulladékgyűjtő edényekbe, hanem azok mellé tegyék ki, hogy munkatársaink el tudják azt onnan venni, illetve a nagyon nagy méretű fákat, tehát amelyek már 1,5 méternél vagy 2 méternél nagyobbak, azokat kérjük kettébe törni, hogy el tudjuk könnyedebben vinni az edények mellől. A színházi szakma védelmét, erkölcsi jobbítását tekinti feladatának a jelenleg 10 tagú jelenlét színházi egyesület, amelynek alakuló ülését szerdán tartották Budapesten. A Vének tanácsának tagja lett Balikó Tamás, a Pécsi Nemzeti Színház előző igazgatója is, írja a pécsiújság.hu. Az egyesület nem személyi döntésekkel kíván foglalkozni, hanem például a pályáztatási rendszer egészével.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az Egyesület egyszerre kíván foglalkozni a korosodó színészek méltatlan lehetőségeivel, illetve a reménytelen helyzetben lévő pályakezdőkkel. Az Egyesület havonta fog ülésezni, állásfoglalásait létrehozandó saját honlapján, illetve a szakmai portálokon fogja közzétenni. Egyelőre még nem biztos, hogy beperli az áramszolgáltatót a Pécsi Városi Teniszklub a december 8-án összedőlt teniszsátor ügyében. A klub szerint a balesetet az áramkimaradás és a viharos szél okozta, ezért hibáztatják a szolgáltatót. Az E.ON írásban azt közölte, hogy nem felelős a történtekért. A sportcsarnok meghibásodott trafója miatt nem jutott áram a létesítménybe. A Pécsi Városi Teniszklub elnöksége jövő hét kedden dönt majd, milyen lépéseket tesz az ügyben. A klub kára legalább 5 millió forint az ügyvezető szerint. Itt a sátor összehegesztésétől kezdve a külső fóliák megragasztásán át azért nagyon sok baj történt, és a sátor összeomlás következtében 100 lámpatest teljesen összetörött, úgyhogy azokat teljesen újat kellett vásárolnunk. És hát nem beszélve arról, hogy két hétig nem üzemeltünk, és azért itt a bérlőket is elég nagy kár érte. Milyen lépések várhat? Még azt nem tudjuk, hogy lépünk-e tovább az E.ON felé. Ez majd jövő héten derül ki, hogy tesz-e az elnökség lépést ez ügyben. Életének 65. évében szerdán elhunyt Koroknai Géza színész, akit a nagy közönség leginkább szinkron színészként ismert. Hosszan tartó súlyos betegségben halt meg, melyet végig méltósággal viselt. Temetéséről később intézkednek, közölte családja az MTI-vel. Koroknai Géza 1948. szeptember 29-én született Budapesten, 1972-ben szerzett diplomát a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Színészi pályafutását a Miskolci Nemzeti Színházban kezdte, 1974 és 1976 között a Pécsi Nemzeti Színház tagja volt. 1976-tól a Pannonia Filmstúdió, majd annak átalakulása után az Utód Magyar Szinkron és Videóvállalat munkatársaként dolgozott. Az egyik legtöbbet foglalkoztatott szinkronszínésznek számított, 600-nál is több filmben működött közre. Kevés van belőle, ezért drága, komoly gondot okoz az állattenyésztőknek, hogy a tavalyi rossz termés miatt egekbe szökött a kukorica ára. A vadgazdálkodókra is jelentős többlet terhet ró, hogy aranyban mérik a tengerit, a vadállományt ugyanis egész télen etetni kell. Egész télen etetik a vadállományt itt Sasréten a Mecsekerdő területén. Éves szinten több ezer mázsa szemes takarmány fogy, idén pedig még a szokottnál is drágább a vad tartása. A magtermés az egyértelműen baj. Nem volt magtermés, így előbb el kellett kezdeni etetni az állományt, mondja a vadgazdálkodási osztályvezető, az aszályos idő miatt pedig eközben egekbe szökött a kukorica ára. A természetes takarmány bázis az jelentősen csökkent, sokkal korábban betakarításra kerültek a mezőgazdasági termények is, és hát ennek megfelelően többlet takarmányozást kell végezni, tetejében drágább áron. Baranyában 2012-ben 86 ezer hektáron takarítottak be kukoricát, jóval kevesebbet, mint az előző években. A termés átlag az 4 tonnát alig haladta meg, a 10 éves átlag a megyében több mint 7 tonna volt, tehát itt egy drasztikus terméscsökkenés következett be. Ennek a fő oka az az aszályhelyzet, ami nem csak a megyét, hanem az országot is jelentős mértékben sújtotta. Nem beszélve arról, hogy jelentősen rontotta az állattenyésztés pozícióját, teszi hozzá a szakember, ugyanis többlet terhet ró az amúgy is nehéz helyzetben lévő gazdálkodókra. A tengeri ára jelenleg 65-66 ezer forint tonnánként a tőzsdén, ez tavalyhoz képest 40-50%-os emelkedést mutat. Papagájt lopott el ismeretlen elkövető január első napjaiban egy kozármislenyi hétvégi telken található madárházból. Az ismeretlen tettes a ház ajtajáról lefeszítette a lakatot, majd két pár papagájt tulajdonított el onnan. A madarak értéke körülbelül 80 ezer forint. A sértett feljelentést tett a Pécsi Rendőrkapitányság lopásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen.
Ebben az esztendőben az összes ünnepnapunk munkanapra esik majd, azaz mind a 8 rögzített dátumú ünnepünk. Ezen kívül a húsvét és a pünköst egy-egy napja is hétfőre esik, így 10 nap plusz szabadságot nyernek a munkavállalók. Az évvégi ünnepek a tavalyihoz hasonlóan alakulnak. A kétnapos ünnepnek számító karácsony rekordhosszúságúra nyúlik. Összesen 6 napot tölthetnek az állampolgárok otthon, családi körben. Ehhez 2 szombaton kell majd dolgozni. Ezen kívül még egy szombati munkanappal is kell számolni, az augusztus 20-ai ünnephez kapcsolódóan. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Vagy nem jutnak el a kórházba, vagy keresztül kell sétálni az egész városon, ezt mondták az általunk megkérdezett dombóvári lakosok híradónknak. Január 1-től leállt a városban a helyi járatos buszközlekedés, aminek oka, hogy Dombóvár vezetése nem tudott dönteni a decemberi ülésen arról, melyik cég működtesse a városon belüli tömegközlekedést. Nem lesz tömegközlekedés, ezt nem hallottam. Néhány dombóvári lakos még nem is tudja, hogy mostanra megszűnt a helyi járatos tömegközlekedés, pedig 2013. január 1-től innen a pályaudvarról nem indult el egy helyi járatos busz sem a városban. Felháborító. Aki már korábban is tudta, hogy tényleg nem lesz több busz, az már tavaly felháborodott. Sokan a járatok megszűnése miatt még a kórházba sem jutnak el. Főleg aki vidéken dolgozik, vagy az állomásra kell neki legyalogolni, vagy be Hunyadi térre, vagy ki a kórházhoz. Aki Újdombováron lakik kint a 9. utcában, és jár diák az Apácaiban, annak elege lesz. Hát nem örül. Nem tudnak buszra szállni a diákok sem, sokan a városvezetést okolják. Össze kéne fogni a pártot, meg itt meg nem külön kéne venni, hanem hát dombóvári kéne tenni a pártoknak. Az a baj, hogy nem megfelelő emberek vannak ott. A város vezetése a decemberi testületi ülésen sem tudott megegyezni. 5 tartózkodás és 5 nem szavazat arányában nem fogadta el a testület a tömegközlekedésről szóló napirendet. A Fidesz frakció vezetője Nagy Roland azt mondta, azért nem szavaztak igennel, mert túl drágának találták a Gemenzolán ZRT által benyújtott pályázatot. 400 forint per kilométer árat ajánlottak, és tudomásom szerint akad olyan szolgáltató, aki ez alá, az ár alá tud menni. Abban egyetértünk, és szerintem a képviselőtestület minden tagja egyetért abban, hogy tömegközlekedésre egy ekkora városban szükség van. Az önkormányzat egyébként tartozik is a Gemenzvolánnak 10 millió forinttal. A polgármester azt mondta, ezzel együtt 50 millió forintba kerülne a tömegközlekedés, ennyi pénze azonban nincs a városvezetésnek, így más megoldást keresnek. Szabó Loránd polgármester pihenőnapjára hivatkozva csak telefonon akart nyilatkozni. Azt mondta, a tömegközlekedés mostantól nem kötelező feladata az önkormányzatnak. Nekem elsősorban óvodákat, bölcsődét, családsegítőt, ilyen jellegű intézményeket kell működtetnem, ez kötelező. És ha erre nincs forrásom, akkor nem vállalhatok például olyat, mint az ustoda, vagy például a tömegközlekedés. Úgy tudjuk, január 7-ére helyreállhat a tömegközlekedés Dombóváron, addigra ugyanis olyan céget talál majd a városvezetés, amely elvégzi majd a dombóvári helyi járatos tömegközlekedést. Megkeresésünkre a Gemenzvolán ZRT-nél azt mondták, bárhogy is döntenek a dombóvári képviselők, a Gemenzvolán kész szinte azonnal elindítani járatait a városban. Akár fel is robbanhattak volna azok a szárnyas aknák, amelyeket hosszú víz közelében az erdőben találtak. A gránátokat vélhetően kiásták, azok ugyanis egymás mellett hevertek a földön. Közülük egyet szállítani sem lehetett, a helyszínen kellett felrobbantani. A helybéliek gyakran bukkanak robbanó szerkezetre, hiszen a II. Világháborúban komoly harcok dúltak a környéken. Este 10 órakor kaptam az értesítést, hogy aknákat találtak a itt kint. Lakossági bejelentés alapján találták meg a szárnyas aknákat a hosszú víz melletti cserfekvés pusztai erdőben. A helyszínt a mesztegnyői polgárőrök körbezárták és biztosították. Ezen a területen találták meg ezeket az aknákat, és akkor ide voltak kirakva a partnak az oldalára. A gödörtől nem messze egymás mellett feküdt a 6 darab gránát. Ezt felettébb furcsállotta a mesztegnyői polgárőrök vezetője. Valakik ezeket összegyűjtötték itt felelőtlenül, mert hát ezek éles szerkezetek, és mint az előbb is elmondtam, hogy bármikor felrobbanhatnak, ha nem úgy kezelik őket, ahogyan azokat kezelni kell. Az aknák gyújtószerkezete benn volt a fejekben, és bármilyen kis ütődésre óriási károkat okozhatott volna. A környéken nem meglepő, ha valaki hasonló robbanó szerkezetre bukkan, hiszen a II. Világháború idején komoly állóháború alakult ki a területen.
igazából az, hogy egybe találnak közel 20, pontosabban 17 darabot, ez annyira nem jellemző, de ez a terület, mivel háborús övezet volt valamikor, hála Istennek mondjuk azt, hogy volt, így az, hogy találnak, ez jellemző. Sajnos egyre sűrűbben fordul ez elő. A tűzszerészek már a bejelentés utáni nap, december 31-én a helyszínre érkeztek. A terület átvizsgálásakor további 11 éles gránátot találtak. A robbanó szerkezetek közül egyet a helyszínen meg kellett semmisíteni, mert nem volt szállítható állapotban. Drágább lesz az élet az új esztendőben, nem csak az élelmiszerek árai emelkedtek január 1-ével, de új adók is sújtják a lakosságot. Ám a rezsiköltségek csökkenésével és a minimálbérek emelkedésével is számolhatunk. Igaz, e kettő majdhogy nem kiegyenlíti egymást, Somogy megyében is csökkennek a távfűtési költségek. Az új évben szinte minden drágább lett. Az élelmiszerekért 10-15%-kal fizetünk többet 2013-ban, egyes pékárukért pedig 10 forinttal. De a tej és hústermékekhez is borsosabb áron juthatunk hozzá, esetenként 25%-kal drágultak. Többet hagynak ott az autósok is egy-egy tankolás után, hiszen mind a gázolaj, mind a benzin drágább, előbbi ára 3, utóbbié pedig 4 forinttal emelkedett. Emellett a postai díjak is változtak. A levelek ára 105 forintról 110 forintra, az ajánlott küldeményeké 240 forintról 250 forintra, az elsőbségi leveleké pedig 130 forintról 140 forintra változott. Kaposváron is csökken a távhőszolgáltatás díja. A Kapos Holding ZRT tájékoztatása szerint a fűtési alapdíj 316 forintba, a vízmelegítés ára 80 forintba, az együttes alapdíj 396 forintba, a hődíj pedig 3392 forintba kerül az új évtől. Drágább lesz azonban a temetkezés, ennek díja átlagosan 5%-kal emelkedett. A hulladékkezelés ára is változott. A kukák ürítési díja 7%-kal került többe, de a parkolás is jobban fáj 2013-ban. Itt is történik díjemelés. A díjemelés mértéke most 4% fölötti valamivel. Ugyanakkor például a bérletek díjait csökkentette a közgyűlés, átlag 10%-kal, tehát aki éves vagy féléves bérletet vásárol, az előző évinél körülbelül 10%-kal kevesebbért teheti ezt. A parkolóórákat már át is állították, így a várakozás díja óránként 250 forintba kerül. Pozitívum, hogy több nyugdíjat kapnak majd az ellátásban részesülők. 5,2%-kal kapnak többet azok, akiknek járadékát 2012. december 31-e előtt állapították meg. A minimálbér mértéke is növekszik. Nettó 61 ezer forintról 63.190 forintra változik. A 3.200 forintos emelés azonban a drágább élelmiszerek és közszolgáltatások miatt egy szempillantás alatt el is tűnhet. Várhatóan kevesebb kafetériát kapnak a munkavállalók, hiszen nő annak adóterhe. Így akinek munkaadója nem vállalja át ezt a terhet, az pár száz forinttal kevesebb béren kívüli juttatást kap. Jó hír azonban, hogy a Széchenyi pihenőkártyákra az elmúlt évben feltöltött összegeket még május 31-ig felhasználhatják a dolgozók. Az időjárás előtt főbb témáink még egyszer egy-egy mondatban. 2000 oldalas nyomozati anyag, befejezte a nyomozást a rendőrség a Bándi ügyben. Folytatják az egyetemi megmozdulásokat, fórumot szervez 8-ára a hallgatói hálózat. Néhány nap alatt 150 károsult jelentkezett, jogsegély a deviza károsultaknak. 30 ezer kidobott karácsonyfára számítanak, január 7-én indul a gyűjtőjárat. Pénteken borongós időre számíthatunk, eleinte elszórtam, délután nyugat felől ismét egyre több felé esővel. Sokfelé erős, olykor viharos lesz a szél. A hőmérséklet péntek reggel 1-3, napközben 6-8 fok között alakul. Mára köszönöm figyelmüket, riportjainkat megnézhetik az interneten is, a www.pannonkronika.hu oldalon. Legközelebb pénteken este várom Önöket, viszontlátásra!